Belügyminiszter úr, Nagy Miklós Imre rendőr dandártábornok jelentem. A labdarúgó Európa-bajnokság rendőri biztosítására felkészített technikai eszközök és a kijelölt állomány együtt áll. Futball Európa bajnokság rendőri biztosításában a készenléti rendőrség lovas alosztálya is részt vesz, így képviseljük Magyarország lovas kultúráját. A Nonius lófajtát fogjuk megjeleníteni a rendezvény során, így például Vándor a fajtájában egy tenyészmén és a kiválóságával jeleníti meg ezt a fajtát a rendőri munkában, amelyre egyébként a nagyvilágban sok ország felfigyel. Társa Sekély, aki az első Nonius, aki a mezőhegyesi állami ménesből érkezett 2013-ban a készenléti rendőrséghez, és azóta minden feladaton lehetett látni. Kutyás alosztály labdarúgó EB biztosítási feladatait 26 szolgálati kutyával fogja ellátni. Az egyik ilyen szolgálati kutyán közülük Áldó. Neki a különlegessége, hogy ő gyakorlatilag rendőrnek született. A másik kutyánk a testvédőjében Fergeteg, egy 3 éves belga juhász kutya. Rendezvények során azt megelőzően, közben, valamint utána megelőző jelleggel jár őszolgálatot, valamint a gyors reagálású kutyás egységként a hirtelen jött feladatokat fogjuk végrehajtani. Az Európa-bajnokság idején a kutyás egységet a főváros területén több helyszínen alkalmazzuk. A mögöttem látható kutyaszállító utánfutókat is igénybe vesszük. Részben klimatizáltak, a beépített ventilátorral friss levegőt kapnak az állatok. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy nagy meleg idején is alkalmazhassuk őket. A magyar rendőrség 2016 és 2018 között szerezte be ezeket a helikoptereket, 11 darabot. Egy igen korszerű típusnak mondható, a kor szinte minden követelményének megfelel, nagyon pontos rádionavigációs berendezések, precíz rádiók és műszerezettséggel rendelkezik, robotpilótával, ami nagyrészt megkönnyíti a repülési feladatokat a pilótáknak. Akkor a légirendészet bővült egy újabb eszközzel, a Traka fényszóróval, amiről azt kell tudni, hogy már sokkal modernebb Xenon izzóval rendelkezik, sokkal kevesebb a energiafogyasztása. A kameránk egy 4 giroszkópos passzív rezgésvédelemmel ellátott rendszer, amiben 3 érzékelő és egy lézeres távolságmérő kapott helyet. A Traka kameránk és a fényszórónk ezen a rendszeren keresztül működik, ezen a rendszeren keresztül tudjuk irányítani. Egy Windows alapú rendszeren, amely könnyen kezelhető, és intuitív felhasználású.